Az elmúlt évekhez hasonlóan október 6-án 17 órakor a templom dombikopjafánál várták az emlékezőket az aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett ünnepi műsorra. A megemlékezés az Ajka városi bányász fúvós zenekar hangjaival vette kezdetét. A megemlékezésen Tölgyesi Attila intézményegységvezető mondta el gondolatait. Tisztelt érdeklődők, kedves barátaim! Ma, október 6-án a Nemzet és a Szabadság vértanainak gyásznapja van. Ez a nemzeti emléknapok egyike. Nemzetünk történelmének igen sok eseménye ad alkalmat az emlékezésre. Ezek közül néhány örömteli, dicsőséges ünnepnap, mint 1848. március 15-e. Akkor egy győztes, vér nélküli forradalom helyre billentette elődeink önbizalmát, ami Mohácsolta egyre csak csökkent. Egy győztes polgári forradalom után közel egy évig a magyarok voltak az érdeklődő világ figyelmének a központjában. Európában egyedülként a mi népünknek volt bátorsága szembeszállni egy elavult rendszerrel. Volt hite, hogy egyedül a Habsburgok nélkül is tud boldogulni. És volt célja egy önálló polgári Magyarországot teremteni. Ennek a történelmi feladatnak a megvalósítása szinte az egész népet lelkesítette. A Magyar Honvédsereg 1848-49-ben becsületten hájtált mindaddig, amíg a túlerővel szemben erre lehetősége volt. Amikor Ferenc József császár hada mellett első Miklós orosz cár 200 ezer katonája is országunk földjét taposta, szükségszerű volt a világosi fegyverletétel. Az áldozatok száma mégis tovább nőtt. Hajnaú szinte gondolkodás nélkül írta alá halálos vagy életfogytig tartó börtönbüntetésről szóló ítéleteket. A császárnak és katonai parancsnokának célja egyértelműen a bosszúállás volt. Meg akarták akadályozni a hasonló törekvéseket, ezért meg kellett félemlíteni a tömeget bármi áldozat árán is. Ezért azokat a tiszteket ítéltek halálra, akik szerepet játszottak a szabadságharcban. A vád ellenük fegyveres lázadás. Akik az 1849. április 14-i függetlenségi nyilatkozat utáni szolgálatban maradtak, azoknál felségárulással is kiegészítették a vádat. A kiválasztási szempont az volt, hogy azokat kell kivégezni, akik a császári tisztként kezdték pályafutásukat, valamint önálló honvédsereget vezettek, ha csak egy napig is. Az ítélet kötél általi halál. A katonák számára a legmegalázóbb halál nem. Ezt kegyelemből 4 elítéltnél golyó általi halálra módosították. Dezsőfi Arisztid és Lázár Vilmos annak köszönhette a kegyet, hogy nem az oroszok, hanem a császáriak előtt tették le a fegyvert. Kis Ernő ténylegesen nem harcolt a császár ellen. Schweider József pedig csak a számára vesztes, Svejháti csatában volt jelent. A végrehajtás ideje azért október 6, mert ez a bécsi forradalom és Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulója volt. Kedves emlékezők! Az aradi 13 vértanúról néhány mondatot hallhatnak majd diákjainktól. Mellettük meg kell jegyeznünk, hogy ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, gróf Battyány Lajost. Az ő vétke annyi volt, hogy félt tőle a Habsburg császári család. A 14. aradi vértanúnak tekinthetjük Ormai Norbertet, aki kosutőrnagya és segédtisztje volt. Őt Hajnaú a 36. születésnapján végezte ki. 15. vértanúnak nevezzük Kazinczy Lajost, akit 1849. október 25-én lőttek agyon az aradi várudvarán. Volt 16. aradi is, Lenkei János huszárkapitány, aki nem hajtották végre az ítéletet, mert elmeállapota miatt a törvény nem engedte. Börtönében halt meg 1850. február 9-én. Ferenc József és Hajnaú ezután sem érezhetett nyugalmat. A vértanúk nem csak a magyarok közül kerültek ki, hanem voltak közöttük németek, szerbek, örmények és horvátok is. Nem lehetett tudni, hogyan reagálnak a nemzetiségek. A megfélemlítés nem hatott, a nép nem tört meg. Egy ideig az aktív ellenállásra ugyan nem volt lehetőségük, de a passzív ellenállás legalább annyira fájt a monarchia vezetőinek. Kossuth Lajos, aki ekkor már emigrációban élt, ezt írta.
Legyenek a szent emlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a honszabadság Istenének legjobb áldásával az örökké valóságon keresztül. Engem, ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába, engem október 6-a térdeimre borulva fog hontalanságom remete alakában látni, amint az engem kitagadott hazafelé nyújtva akkarjaimat, a hála hőérzetével áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért a haza iránt, és a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtak. S buzgóimával kérem a magyarok Istenét, hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairól a magyar nemzethez zeng. Hangsúlyozta, hogy Arad a magyar Golgota. A Golgota más néven Koponyahely, Jeruzsálem mellett egy magaslat, ahol a köztörvényes bűnözőket végezték ki. De itt feszítették keresztre Jézust is. Azóta szent helyé vált. Jelentése átalakult. Magában hordozza a kínoktól való megszabadulás lehetőségét, a feltámadás hitét, az igazságtalanul elítéltek megdicsőülését. Éppen emiatt a nemzeti gyásznapot azzal eleménnyel éljük meg, hogy a múltat nem siratjuk, hanem okolunk belőle. Dezsőfi Arisztid így búcsúzott az élettől. Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Én pedig azt kívánom, hogy holnap, holnap után és azután mindig élő hősei legyenek ennek a népnek. Olyanok, akik előre viszik a nemzetet úgy, hogy soha senki ne váljon mártírra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Becsei Éva által összeállított ünnepi műsort az Ajkai Szakképzőiskola Bercsényi Intézményegységének tanulói, az Ajka Padra Kuttánc együttes tagjai, valamint Iván Anna és Szűcs Tamás mutatták be. A megemlékezés a pártok és társadalmi szervezetek képviselőinek koszorúzásával zárult. Ígéret mellé most a valóság is jár. Miért nem járnak együtt, kéz a kézben már? Eltévenni könnyű, ha megtévesztett más. Hát nézd körül, hogy rátalálj, és új világot láss. Az idő úgyis elszáll, mint mással szállt rég. De míg élsz, mindig érezd, hogy otthon vagy még. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szárítunk fel. A tegnap elmúlt, de az igazság még vár. Együtt kéne végre megtalálnunk már. Éltek már a földön, kik rég megmondták. Hazugság az többlet, de nincs két igazság. Míg a múlt ezer harcról és gyászról mesél, van egy út, és a holnaptán békét ígér. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szárítunk fel. Ez a sors, amit élünk csak egyszer még. Ez a hely, ahol érzed, hogy otthon vagy rég. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szárítunk fel.